Nincsenek könnyű helyzetben manapság a kézilabda szerelmesei Tolnán. A korábban sikeresebb szezonokat megért felnőtt csapat most a megyei bajnokságban játszik, csak úgy, mint az IFIK. Az ifjúsági csapatunk az elég sok játékos játszik, tehát ők 16-18-as kerettel vagyunk, úgyhogy náluk nagyon jó, és akkor van egy kis törés ezután, mert utánpótlásban, gyerekbajnokságban utánpótlás 12-es csapatot tudunk indítani, és 9-es és 8-as csapatokat. Örvendetes az, hogy a kisebb gyerekek, tehát a 8-9-es korosztályban elég sok kislány jön, és megnézi és megszereti ezt a sportot. Vannak óvodás kislányaink is, nem is kevés. Vagyis jelenleg az alulról építkezés zajlik a Tolna KC-nél. Ennek szellemében rendeztek nyári tábort a kicsiknek augusztusban a klub vezetői, ahol a gyerekek még főleg játékos formában ismerkedhettek meg ezzel a sportággal. Én nagyon bízom benne, mert tavaly is így indultunk neki, és közben évközben tudtunk még indítani U10-es csapatot, meg U11-eset, mert ugye a gyerekbajnokságban lehet januárba is bekapcsolódni, mert nem kimondottan pontozzák a gyerekbajnokságba a szivacskézilabdát, hanem inkább itt az a lényeg, hogy csak játszanak a gyerekek. A kézilabda azon sportok közé tartozik, amivel akár már óvodáskorban érdemes megismerkedni egy kis gyereknek, akkor ugyan még csak játékos formában nevelik a piciket. Az óvodásoknál csak mozgáskoordináció, labda szeretet, a labda éhség, hogy szeressen labdával játszani. Tehát kimondottan ilyen játékos foglalkozások vannak. Csak ugye elnevezzük, hogy kézilabdához kötjük, de nem kézilabda, hanem minden más játékos megoldás, és igazándiból első osztályba kezdik tanulni azt, ugye, hogy hármat lépsz, és úgy dobod a labdát, meg a többi, tehát ami olyan alapvető, ami kell ahhoz, hogy márciusban, amikor a 8-as korosztályt elindítjuk versenyen, akkor azért tudja már, hogy nagyjából ez a pálya széle, tehát addig azért ezeket a dolgokat megtanulják. Az óvodáskorban viszont a labda biztonság is még már azért lehet mondani, mert ugye azért ott nagyobb labdákkal sokkal könnyebb először megtanulni, és úgy megyünk a kisebb felé, hogy hát és ők 3 éves koruktól elkezdtek kézilabdázni, és hát sajnos és örömteli, tehát az szemünk nevet, a másik sír, mert ők most elmentek tavaly volt az utolsó évad, hogy itt voltak, ők 2010-ben születtek, tehát 12 évesek, és elmentek Dunaújvárosba kézilabdázni. Az utánpótlás képzés tehát jó úton haladt Tolnán, eközben pedig az ifi csapat is készül a szeptemberben kezdődő megyei bajnokságra. Az U19-es korosztályról beszélünk, heti 2 edzéssel alapozás szinten, most fogjuk már a héten elkezdeni jobban a labdás edzéseket, szeptember 10-től van hivatalosan a bajnoki szezon, folynak az egyeztetések a pontos időpontokról, de valószínű itthon kezdünk hazai pályán rögtön az első mérkőzést. Teljesen új nekem a garnitúra, mert én 4 éve voltam velük utoljára, és akkor még serdülők voltak, azóta azért ugye ők is változtak, fejlődtek, erősödtek, és még tanuljuk egymásnak, hogy ki mit tud egyelőre. Milyen eredménnyel lennétek elégedettek az idényszakban? Hát jelenleg 12 csapat nevezett be a bajnokságba. Lesz egy hosszabb szünet az őszben, egy hónapos szünet, október közepétől november közepéig. Én úgy gondolom, az addig lejátszott 4 meccsen még puhatalózunk, hogy mit tudunk, és igazából én úgy gondolom, nekünk utána fog kezdődni a bajnoki szezonnak az a része, hogy már lesz a közös munkának eredménye. Mivel teljesen ismeretlen a mezőny számunkra, a helyezésben nem tudok gondolkodni. Mindenképpen azt szeretném, hogy amit gyakorolunk, végigcsinálunk edzéseken, az minél többször jöjjön elő a mérkőzéseken is. Tolnán tehát az ifi kézilabdás lányok már az ősszel induló szezonra készülnek, eközben pedig az utánpótlás nevelés is jó úton halad a városban.